háborús övezet, seregélyek riogatására használt karbonágyuk dörögnek folyamatosan Balatonberényben. Ponthatárok, növelte felvett hallgatóinak számát a Kaposvári Egyetem. Tókerülő, rekordszámú indulóval elrajtolt az 50. kékszalag. Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Háborús övezet, így hívják a balatonberényi ingatlan tulajdonosok az üdülő és a mezőgazdasági terület találkozását. Több mint 10 éve hallgatják minden évben a szőlő érésekor a karbonágyuk dúrogását. Idén a meleg tavasznak köszönhetően már július közepétől dörögnek az ágyuk, zavarva ezzel a környéken élők nyugalmát. Az önkormányzat tehetetlen, azt mondják, a kormányhivatal rendezhetné a helyzetet. A Kodály utca csendjét percenként szakítja meg egy ilyen hangágyú robaja, reggel 6 órától sokszor este 9-ig. Ez az asszony már több éve szenvedője a dúrogásnak, és mint mondja, sem az önkormányzat, sem más szervek ez idáig nem találtak megoldást a problémára. Tehát ennél jobb hely nem kell a Balatonon. Ugye? Nyugalom van, pák, rengeteg gyerek, mindenki kint bandázik, úgy, ahogy az lenni kéne, ugye? De hát ettől meg lehet örülni. A hangágyút a gazdák a seregélyek távoltartására használják. Az egykor a Nyugalom szigetének is nevezett település részen mára a lakók menekülnek az otthonaikból napközben. Szimpatikus a környék, megpróbálunk úgy jönni, hogy elviselni, amikor nyugodtabbak vagyunk, és meg sokat elmegyünk napközben. Reggel elindulunk kirándulni, strandolni, fürdőbe ide-oda, és tegnap is például 9-kor jöttünk haza. Ezt a panziót tavaly újították fel a tulajdonosai, az idei az első szezonjuk. Sokat költöttek az ingatlanra, de mint mondják, attól tartanak, hogy a vendégek jó része a hanghatás miatt inkább visszamondja majd a foglalását, és másút keres szállást magának. Hát viszonylag türelmesen, de nyilván mint vállalkozó ezt így nagyon nehezen tudom megoldani, hogy ne érje őket is kár, hiszen pihenni jönnek, nyaralni jönnek, szeretnének tovább aludni reggel. A reggel 6-os ébresztő az senkinek nem esik jól, azt gondolnám. A település vezetői azt mondják, a problémára a kormányhivatal tud megoldást találni. A panzió vezetője és a környéken élők ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Hát a Magyar Turisztikai ZRT azt gondolom, hogy gyakorlatilag az egész Balatont kiemelt övezetté tette, és mindenhol, minden fórumon azt mondják, hogy legyen a Balaton ugye nagyobb vendég, több vendégészakát tudjunk itt biztosítani, tolódjon ki a tavasz, tolódjon ki az ősz, tehát a Balaton szinte egész évben nyaralhatóvá váljon. Hát azt hiszem, hogy ők ebben talán tudnak nekünk segíteni. Próbáltuk megállítani egy a szőlőültetvényről kikanyarodó gazdát, de ő jelzésünkre egyszerűen továbbhajtott. Ugyanakkor a balatonboglári borvidék gazdái azt mondják, a seregélyek ellen az ágyú az egyik leghatékonyabb riasztó eszköz, de nem az egyetlen. Van természetes ellensége a vércse talán, ezért is vannak olyan hanghatású riasztók, amik vércse hangot adnak. Ezt is alkalmazzuk. Szőlőérés idején járnak még a mezőőrök, és ezen a területen is alkalmazzák a hangágyút. De mint a szakember mondja, ezek kombinációját lehet úgy használni, hogy az senki számára ne legyen zavaró. A családi adókedvezmény módosítását tervezi a kormány. A cél, hogy minél többen válasszák lakóhelyül a kis településeket. Ahol 5000-nél kevesebben élnek, a csok összege és a használt ingatlanokra vonatkozó támogatás is emelkedhet. A kormány ezzel az intézkedéssel a demográfiai problémákat és a falvak helyzetét szeretné megoldani, illetve javítani. Növelni tudta a felvett hallgatók számát a Kaposvári Egyetem. Az idei általános felvételi eljárásban összesen 802 diák jutott be az intézménybe, amely tavalyhoz képest mintegy 10%-os növekedést jelent. Somogy másik felsőoktatási intézménye, a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Kampusza is stabilizálni tudta létszámát. Már az áprilisi felvételi jelentkezési adatok is azt mutatták, hogy emelkedett az érdeklődés a Kaposvári Egyetem képzései iránt. Az intézmény tavalyhoz képest közel 10%-kal tudta növelni az első helyes jelentkezéseinek számát. Erről beszélt korábban televíziónak az intézmény rektora Szávai Ferenc. A lakók, amelyek eddig is unikálisak, a lovas, 134-en jelentkeztek rá, rengeteg első helyes. Ugyanígy a színész szakra 330 körüli első helyes.
Tehát nagyon sok ezekről a szakokra az első helyes jelentkezésünk, és nyugodtan mondhatom, az óvodapedagógus tanító kezd visszakapaszkodni, és évek óta pedig nálunk úgymond, hát nem is sláger, de valójában a gyógypedagógus szak az a toppon van, azaz, hogy az ország 5 helyen képeznek ilyet, így nagyon-nagyon magas ide is jelentkezők száma. Ez pedig így is maradt a vonalhúzás után is. A gyógypedagógus szakra közel 200-an nyertek felvételt. Komoly hiány van a szakemberekből, ezért is népszerű ez a képzés, mondták el korábban az itt tanuló hallgatók. Nagyon szeretem a gyerekeket, és mindenféleképpen gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. Szeretnék nekik segíteni, és úgy gondoltam, hogy ez a gyógypedagógia ez lesz a megfelelő szak. A Kaposvári Egyetemre összesen 2487-en jelentkeztek, közülük 1126-an első helyen jelölték meg az intézményt. Első körben pedig több mint 800 fiatal nyert felvételt. Kiemelten növekedett az érdeklődés az agrárképzés iránt. Az agrár és környezettudományi karon tavalyhoz képest mintegy 30%-kal többen 178-an kezdhetik meg tanulmányaikat. A legmagasabb ponthatárok ezúttal is a gazdasági képzésekben jelentkeztek. A gazdaságtudományi kar nappali tagozatos, államinak finanszírozott pénzügyi és számvitel szakára 445 ponttal lehetett bekerülni. Viszonylag magas ponthatárokkal kellett számolniuk azoknak is, akik a Gábor Dénes Főiskola siófoki kampuszára jelentkeztek, mondta Hanvas Péter, az intézmény igazgatója. Jelentkezett hallgatók száma, akik megjelölték a Gábor Dénes Főiskola siófoki kampuszát, az 80 fő volt, mindegyik szakon összesen, illetve az első körben megjelöltek, tehát akik első körben jelölték meg a siófoki kampuszt, az 24 fő volt. Nos, nálunk a ponthatár siófokon mindig elég erős, viszonylag erős a többihez képest. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 380-as átlag ponthatárhoz képest idén alacsonyabb ponthatárakat állapított meg az oktatási hivatal. Mivel a siófoki kampusz költségtérítéses képzéseket kínál, így a tapasztalatok alapján arra számítanak, hogy a pótfelvételi eljárásban megugrik majd a jelentkezők száma. Az intézmény tervei között szerepel, hogy az alap mellett mesterképzést is indítanak majd a jövőben. Emellett továbbra is nagy hangsúlyt fektetnének a távoktatásban megvalósuló képzésekre. A Ripperunai Múzeum munkatársai és a Fekete Hollók rendje egy különleges akcióval hívta fel a figyelmet a szeptemberi Osztrea Peregrina hagyományőrző rendezvényre. Hamarosan jövünk a részletekkel. Már nem algásodik a Balaton, kiváló a tó vízminősége. A túlzott foszforterhelés okozta a problémát, amely a tó körüli beruházások miatt alakult ki. A Magyar Tudományos Akadémia kutatói arra szólították fel az érintett kivitelezőket, hogy erre figyeljenek a jövőben. Somogy megye látja el idén az elnöki házigazda szerepet a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottságban. A BKKB ezen kívül Veszprém, Zala és Fejér megye szezonális hatósági munkáját hangolja össze a Balaton környékén. A közös munkát ez a testület felügyeli és szervezi. A biztonság ugyanis kiemelt fontosságú a tó körül. Korhű ruhákba öltözött jelmezesek járták végig Kaposvár csütörtök délelőtt. A Ripperunai Múzeum munkatársai és a Fekete Hollók rendje ezzel a különleges akcióval hívta fel a figyelmet a szeptemberi Osztrea Peregrina hagyományőrző rendezvényre. Középkori sörözés az egyik kaposvári étteremben, vagy épp egy gyors hajvágás a hűslovagnak. Nem mindennapi módon népszerűsítették csütörtökön a szeptemberi Osztrea Peregrina rendezvényt. És akkor ezt felvezetésképpen gondoltuk, hogy itt a város különböző helyszínén megjelenünk, és különböző érdekes helyszíneken forgatunk, illetve fotózkodunk, és akkor később ez majd a reklámkampánynak a része lenne. Hát itt majd a képeket azt mi majd megfelelőképpen kommentáljuk, meg esetleg kicsit alakítunk rajta, hogy jól mutassanak. A Ripperunai Múzeum munkatársai, valamint a Fekete Hollók rendje csütörtökön Kaposvár utcáin, éttermekben, kávézókban és szépségszalonokban is megjelentek. A gyanútlan járókelők csodálkozva szemlélték a korhű jelmezbe öltözött fiatalokat. A figyelemfelhívó akció célja, hogy minél több embert invitáljanak a szeptember 15-16-i hagyományőrző rendezvényre. A környéken nincsen ilyen jellegű többnapos rendezvény, ami a korhűséget és ennek megismertetését helyezni előtérbe, illetve
ami még nekem legalábbis nagyon fontos az, hogy a kaposvári várnak az emlékét tudjuk megeleveníteni, hiszen itt 1495-ben volt egy nagy belviszályú ostrom, amit abszolút nem is tudnak, vagy nincs benne a köztudatban. A csatajelenet is e köré fog épülni. Az Osztrea Peregrina az egész család számára kikapcsolódást kínál. A kicsik vetélkedőkön vehetnek részt, harcászati bemutatókat csodálhatnak meg, míg a felnőttek érdekes történelmi előadásokat hallgathatnak, a hölgyek pedig akár egy középkori étlap elkészítésében is segítkezhetnek. Idén is keresik az év szállását, 10 000 belföldi hely pályázhat a címre. A verseny október 30-ig tart. Ebben az évben nem csak a szállás.hu oldalon regisztrált hotelekre, panziókra, hanem a legvonzóbb turisztikai attrakciókra is lehet vendégszavazatokat leadni. A szakmai zsűri a legjobb szálláshelyek mellett az év turisztikai településéről, valamint a turizmus szakma példaképéről is dönt. Rekordszámú nevezővel, mintegy 682 hajóval indult útjára az 50. Kékszalag, hazánk egyetlen tókerülő vitorlás versenye. 40 hajóosztállyal, mintegy 400 profi és amatőr versenyző szállt vízre, hogy a legjobbnak járó elismerés bezsebelje. Az esélyesek között Litkei Farkas és Cégai Péter 21-szeres magyar bajnok is szerepel. A nagymúltú versenyen a csúcs technológiával felszerelt katamaránok mellett a régi idők vitorlásai is feltűnnek. Híradónknak Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, a Kékszalag kiváló lehetőség arra is, hogy a magyar tengert és a sportágat népszerűsítsék. Már kora reggel nagy volt a készülődés a balatoni kikötőkben. Az 50. Kékszalagra az egész országból és a határon túlról is érkeztek csapatok. Felkészültünk minden olyan dologgal, ami itt közbe jöhet. Igyekszünk ki a vízre, próbáljuk benézni a pályát, és utána a rajt után igyekszünk a leggyorsabban átjutni a nyugati medencébe. A nyugati medencébe több szél várható. A Jedi Business legénysége már jól összeszokott csapat, most azonban egy továbbfejlesztett katamaránnal szálltak a vízre. Ez a hajó egy Extreme 40-es katamarán, ami egy pályaverseny katamarán. Ez egy kicsit át lett alakítva, a mi hajónk lettek rajta Code Zero, vagyis nagyobb vitorlák ide a Balatonra. A csapat 56 szellemiségében szállt a vízre. Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke híradónknak elmondta, a győzelemért jöttek a Kékszalagra. Forradalmi a célunk, 56-os is a rajtszámunk, a hivatalos rajtszámunk is egyébként is az, amit megszoktunk, azzal indulunk. Én azt gondolom, hogy ez talán hozzá segíthet minket ahhoz a forradalmi tetthez, hogy az első 10-be végezzük. Tudjuk, hogy hol álljunk, hiszen ugye kezdő katamaránosok vagyunk, nagy tapasztalatú vitorlázók vannak a hajón. Sokféle hajóosztályban sokféle versenyt megnyertek már. A két olyan srác van, akik többet ültek katamaránon. Ennek ellenére azt gondolom, hogy jól szerepelhetünk, hiszen egy hosszú versenyről beszélgetünk, a Balaton az egy időjárási körülmények, szélviszonyok szempontjából furcsa helynek számít. A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő, és a Balaton legtradicionálisabb vitorlás versenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A versenyt az a hajó nyeri, amelyik a Balatont leggyorsabban vitorlázza körbe. Az indulók száma pedig idén megdöntötte a 2010-es rekordot. 682 hajó állt a rajthoz, ez 20-25%-kal több, mint az eddigi átlag. Az elmúlt 10 év átlaga 547 hajó volt, ezt jóval felülmúlták a résztvevők, és hát azt gondolom, hogy április óta mi látjuk azt az érdeklődést, ami az 50. jubileumi Erste nagy díjat övezi, és hát bíztunk benne, hogy rekord lesz, de az, hogy ennyi hajó itt lesz, arra én nem gondoltam volna. Több mint 40 hajóosztállyal közel 4000 vitorlázó szeli a Balaton vizét, hogy a legjobbnak járó elismerésbe zsebelhesse. Emellett a verseny a sportág népszerűsítésében is nagy szerepet kap. Most már tényleg nagyon sokan, talán mondhatom azt, hogy tényleg az egész ország figyel, és ezért számunkra is, mint Vitorlás Szövetség nagyon fontos, hiszen egy vitorlás promóció szempontból azt gondolom, hogy a legfontosabb esemény. A Balatonfüredi rajtól az ugyancsak itt elhelyezkedő célig légvonalban 155 kilométert kell megtenniük a versenyzőknek, erre pedig 48 óra áll rendelkezésükre. Holnap tartják a strandok éjszakáját. A Magyar Fürdőszövetség 9. alkalommal rendezi meg az eseményt. A jó idő miatt várhatóan megtelnek a fürdők, strandok. A Balatonnál is sok látogatóra számítanak.
40 intézmény várja meghosszabbított nyitvatartással, kedvezményes belépőkkel és szórakoztató programokkal az érdeklődőket éjfélig, egyes helyeken pedig hajnali 2 óráig. Háborús övezet. Seregélyek riogatására használt karbonágyuk dörögnek folyamatosan Balatonberényben. Ponthatárok. Növelte felvett hallgatóinak számát a Kaposvári Egyetem. Tókerülő. Rekordszámú indulóval elrajtolt az 50. kékszalag. Műsorainkat és híreinket online is megtekinthetik a www.somogytv.hu oldalon. Holnap záporokra és szivatarokra is számítani kell, hamarosan visszatérünk az időjárással.